Miért ilyen hosszú a kutyám füle? Látod, mi történt? Mondta barátnőm Koko. Mindig mondtam neked, hogy ne hagyd a kutyát a macskával, de nem hallgattál rám. De hát nem hagytam őket együtt, hisz mielőtt elindultam volna dolgozni, még mindketten a saját helyükön voltak, csak hát... Foltos a saját házában van, az udvar közepén éjjel-nappal, legtöbbször láncra verve őrzi az udvart, csak télvíz idején ülhet idebent a konyha melletti folyóson a bélelt kosárban. Képzeld, esik, hideg van, és a kávébarna fekete fülő kék szemű macska épp jődögél elő a kertből a rövid kirándulásból, amit csak azért ejtett meg, hogy friss levegőt szippancson magába, és megszimatolgassa a lehúlt leveleket. Jön, megtapogatja melső lábaival a köveket, mintha azt latolgatná, hogy azok elég érdemesek-e arra, hogy ő a bársonyos lábaival esetleg rájuk lépjen, de közben még arra is van ideje, hogy kihívóan a kutyát nézze, aki a láncában vergődik. Elsétál előtte, aztán hátat fordít neki, ritmikusan mozgatja magasba tartott farkát, és a bejárat fele tart, fejével megbőki az ajtóba vágott kis benyílót. Néha a gazdasszony, az az én, a kutyának is megengedi, hogy bemenjen, hogy körberuhanja legalább egyszer a lakást. Ilyenkor a kutya gyakran látja a macskát a gazdáik nagy, kényelmes ágyában pihenni, és megugatja. Egy napon, amikor a gazdáik nem voltak odahaza, a macska meg elnyúlva aludt a paplan tetején, foltos két lábra állt és úgy bámult be az ablakon. A macska nagyon mélyen aludt, de nem csak a kutya bámult be az ablakon az alvomacskára, hanem a kakas, a három tyúk és a kecske is oda ment bámészkodni. Sőt, még egy sündisznó is megjelent, a nagy gyülekező láttán is gyorsan fel is mászott a repkény ágain, hogy a legjobb helyről figyelhesse a jelenetet. Két sárga hörcsög, akik a macskától való félelmükben nem szoktak kiárni, most ők is megjelentek és fölmásztak a szemközti ablakpárkányra. Érkezett a is, két hátsó lábára emelkedve beállt a két hörcsög közé. És mivel egész délelőtt a káposztás kordét húzta, hogy majd belesántult, azt kérdezte a sárga színű szomszédoktól. <hums> – Mind <hums> dolgozott ez, hogy így elfáradt? hörcsögök rossz az esős idő miatt. Csak ennyit feleltek. Mit dolgozott, mit dolgozott volna, hisz Ő sosem cipekedik, mint mi, a gazda az orrelítója készételt. A tyúkok ezt kotkodácsolták. Akkor tojik, ne De erre a kakas. Nem is tudod tojni, mint ti? Sem énekelni úgy, mint én? Ó, vagy a hibás? Mondták a tyúkok. Mert nem kukorékos elég hangosan, és ő szegény nem honya. Micsoda! A, a, a gazdát is az én kukorékom költi, hisz három mérföldön túl is elhaladszik, s aztán a csergő órája elromolhat, de az én hangom soha! S akkorát kukorékolt erre, de akkorát, hogy a körben állók befogták a füleiket, de a macska csak átfordult a másik oldalra. A kakas ekkor még egyet kukorékolt s most az ablaküvegek mind szétrepettek. A macska ilyetten felugrott, és meglátta sok bámuló arcot. Szörnyen feldühödött a kutyára, mert őt okolta azért, hogy mindenki megtudta, milyen lusta állat ő. Elhatározta, hogy megbosszulja, amért a kutya ilyen szégyent hozott rá. Másnap odament a kutyához, és a farkát a lábai köré kanyarítva így szólt. Nézd, mire gondoltam. Miau. Amikor a gazdáik nincsenek idehaza, és téged szabadon engednek az udvarba. Yeah. – Miau. Olyankor megengedem, hogy te is ebben a szép nagy puha ágyban alhass. De még példát rólam, és most lábat előtte, mert másként nekem. Miau. Yeah. Ebből még bajom származhat. Foltos annyira örült, hogy örömében még gondolkodni is elfelejtett, ahogy elmentek a gazdái, szaladt Máris a macskához, az ajtón vágott benyílóhoz. A macska bent volt az ajtó másik oldalán, és így szólt. A gazdasszony túlságosan befűtött. Ki kell toljam a lengőnyílást, nyílást, ha szellőzünk ki a ház. Hagyd, hagy, hagy, hagyd, így a nyílást, kérlek. Mondta a kutya deresképpel, és közben a hidegben füstölgött az orjuka előbb a lábaidat. A kutya bedugta rendre a lábaid, de a macska csak fintorgott. A bal hátsó lábad nem elég tiszta. Menj vissza a slakhoz, és mosakodj meg újból. A kutya szaladt, és megmusta ismét a lábait, aztán betolta a nyílást, és bebújt, de nem fért át rajta, hisz azt nem az ő méretére szapták. Nagy erőfeszítések árán valahogy félig átpréselte magát, aztán megakadt. A macska egyre csak bíztatja. Gyere, ne adj fel, nyomulj! A kutya mind erőlködött, de hiába. Megnyírom a bundádat, mert túl vastag vagy. Azzal elszaladt a gazdaszony ollójáért, és elkezdte vele faricskolni a kutya bundáját. A kutya még csúszott egy picit előre, de aztán még jobban beszorult, hogy most már se előre, se hátra nem bírt megmozdulni. Ekkor a macska rápillantott a fali órára, és elkezdett jajveszékelni. Óram fia, nincs más. Itthon vannak a közdáig, hogyha elkapnak minket, akkor nekünk. S reményvesztett képpel elkezdte húzni befele a kutyát a fülénél fogva. A kutya pedig meg se nyikkant, engedte, hogy húzzák, nyúzzák a fülét, csak hogy szabaduljon végre. A macska meg csak húzta, húzta, foltos pedig kérlelte, hogy még jobban, még erősebben, és félelmében már a fájdalmat sem érezte. Amikor hazaértem, ott találtam foltust a nyílásba szorultan, összevagdosott bundával, és olyan hosszú fülekkel, mint valami kokkerspáni elé. Fűrészsel vágtam ki a nyílást, hogy kiszabadítsam szegényt, aztán meg elvittem megnyíratni. A folyoson tanyázott egészen addig, amíg vissza nem nőtt a szőre. Hát ezért ilyen hosszú az én kutyám füle, de így még jobban is áll neki. Igen? Hagyta helyben kokó. És a macskával mi lett? A macska? Hát Tudod, hogy milyen az, amikor fáradtan hazaérkezel, a macska meg az öletbe ugrik, és elkezd dorombolni. Tudom.